Mi sem illik jobban egy tradicionális, kulturális rendezvényhez, mint a hagyományos, autentikus ételek. A Bonyhádi 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztiválon garantáltan nem maradt éhes az, aki kipróbálta a székely konyha sátorban készült ételeket. Mi már évekkel ezelőtt egy összeverbúválódó csapat vagyunk, akik szeretetben főzzük mindig a székely konyhát. Előtte nagyon megtervezzük, hogy mit tudunk úgy kivitelezni, hogy itt a szabadtérben egy látványkonyhát tudjunk létrehozni. A székely konyhának különben az a sajátossága is, hogy egyszerű alapanyagokból, különböző technológiákkal, különböző színes ételeket készítettek. Ennek az évnek az is egy nagyon-nagyon jó, hasznos dolga, hogy most jöttek Erdélyből is, akik itt a helyszínen főztek, csináltak kokoizalekvárt, áfonyalekvárt, csináltak egy csorbalevest a nagyajtai barátaink, és ezáltal egy olyan szeretetben, egy olyan színes forgatag jött itt létre, hogy én azt gondolom, hogy aki ide csak a sátorba benézett, már jó kedvre derült, és nagyon szívesen kóstolták az étkeinket. Igen, azért mi a Kisdorogért Egyesület pár tagja fogta össze úgy, hogy már évekkel ezelőtt Bonyhád, Majos, Cikó, Kakasd és a környező falvakban is jönnek egyesületekből. Nyilván, hogy olyanok tudnak itt bennekünk segíteni, akik nem lépnek föl, nem táncolnak, és ezáltal mi ezzel a gasztronómiával tudjuk hozzátenni, így őrizzük a hagyományainkat. A szervező szerint a magyarországi és a székely konyha között nincsenek nagy eltérések. Európában élünk, éltek már ott is, tehát a kukorica, a burgonya, a hagyma, a szalonna, tehenük volt a tejtermék, ami szerintem a székely konyhára nagyon jellemző, és azáltal tud annyira színes lenni, hogy ott különböző technológiákkal szinte ugyanazt az ételt készítik el. Vagy érdekes például, hogy ugyanúgy van nekünk a fehér máli, amit krumpliből készítenek, ugyanazzal a technológiával, mint az alaiak a dödöllét, de mi nem sütjük át, köretnek esszük, és főételként hagymával, szalonnával. És azt is most elkészítettük, és látható. A madéfalvi vendégek is részt vettek a sütésben, főzésben. Hát mi egy hagymatermesztő település vagyunk, tehát egy úgynevezett hagymatokánnal jöttünk, ami alapjában egy hagyma, egy megkészült kolbász, a rókagomba, ami a Hargitán szedett vadon termő rókagomba, és erre egy tojást tettünk rá, majd mellé egy klasszikus puliszkát, bukovinaiaként, egy máléként ismert puliszkát, tehát kukorica darából készült málét készítettünk, egy kis áfonya, nálunk a kokoizza öntettel, ezzel készültünk mára, tehát valójában az összes alapanyag az Székelyföldről származik. Teljesen elfogyott, tehát mi valójában itt a szervezők is mondtak, hogy mintha felelőtlenül vednénk ezt az egészet, ha nem vagyunk itt idejében, mi tudtuk, hogy ennek egy óra megkészülése a hagymának, és ahogy megkészült, úgy szétszették, úgy elvitték, hogy már nincsen belőle. Tehát azt jelenti, hogy érdekes volt a közösség számára. Tehát fontos az, hogy egy ilyen rendezvényben, ahol különböző népek, népcsoportok, különböző tájak találkoznak, hogy a táncon, a zenén kívül bemutatjuk azt, hogy ki, ahol él, mivel táplálkozik a hétköznapi életbe, vagy a vasárnapi ebéd, miből a. Hát mi ebből hoztunk egy kis ízesítőt ide, vagy Bonyhádra. Minden olyan alapanyag volt, amit mi megtermelünk, vagy a mi környékünkön vadon beszerezhető. Ezzel készültünk.